Kedves barátaim, szeretettel köszöntlek benneteket, Karsa István vagyok, spirituális tanító. És jelenleg a Jóka Istvánnak az Igazság szabadát című könyvét dolgozom fel. Előző előadásomban is erről beszéltem, csak ott rosszul mondta a címet, mert van neki egy könyv, az Élet misztériuma is. Azt mondtam véletlenül, hogy az Igazság misztériuma. Sokat nem vesztettünk vele, de maga a könyv eredeti címe az Igazság szabadát tesz. Nagyon összefoglalta István a mennyei proféciáknak a tartalmát, ez egy csodálatos egy könyv különben. Valamikor a 95 környékén lett nagyon felkapott ez a könyv, szerintem akkor kezdték el sokan úgy megismerni, felismerni, és akkor jöttek részletek belőle, meg interneten elkezdtek felkerülni, ugye még akkor indult be az internete, sokan nem tudják, 95-97 környékén, inkább 97 és 2000 között volt, hogy igaziból már elérhető valamilyen szinten. És akkor sokat hallottam erről a mennyi proféciákról, és akkor belolvastam egy részbe, és olyan ismerős volt. Tehát rájöttem már, hogy a 80 valány óta nekem fent van a könyves polcomon. Mondjuk én amikor belenéztem, akkor nekem már nem mondott sok újat, de attól függetlenül csodálatos maga a könyv. Hogyha előtte 10 évvel a kezembe kerül, akkor én is rengeteget tanultam volna belőle, csak mire a kezembe került, addigra már nagyon sok mindent más forrásból összeszedtem. De István nagyon jól összefoglalta a könyvnek a tartalmát, és erről szeretnék most beszélni. A Peruban fejlett kézirat, ami Krisztus előtt 600 körül keletkezett arámi nyelven. Azt jósolja, hogy az emberi társadalomban a 20. század utolsó évtizedeiben óriási változások fognak lezajlani. És ez lesz a tudat reneszánsza. A kézirat tanításai jellegükben nem vallásiak, hanem spirituálisak. Valami újat fedezünk fel ezen a bolygón az emberi élettel, az élet értelmével kapcsolatban, és ez gyökeres változás idéz elő az emberi kultúrában. A mű fejezetekre oszlik, és mindegyik egy-egy az élettel kapcsolatos felismerésről szól. Ebben a korszakban az emberiség sorban eljut majd ezekhez a felismerésekhez, egyikhez a másik után, míg végül eljutunk egy tökéletes spirituális kultúrához a Földön. Rávilágít továbbá, hogy ezzel a tárgykörrel kapcsolatosan keleti és nyugati gondolatok, vallási tanítások egy magasabb rendű igazságá integrálhatók. Megmutatja, hogy a nyugatnak igaza van, amikor a fejlődésről, egy magasabb szint eléréséről beszél. Ám a keletnek is igaza van, amikor hangsúlyozza, hogy az ego, az önző hatalmától meg kell szabadulni. Teljesebb tudatra kell szert tennünk, belső kapcsolatot kell létesíteni Istennel, mert csak akkor haladhat fejlődésünk valamivel magasabb felé, ha magasabb rendű önmagunk kormányozza. Csak az alábbiakban röviden ismertetjük a kéziratban foglaltakat. Első felismerés. Lényege az életünket megváltoztató véletlenek tudatosítása. Ez akkor következik be, amikor tudatosodnak bennünk az életünkbe bekövetkező véletlenek. Ugye mondhatnánk azt is, hogy a véletlenek Istennek a útjelző bójái. Amikor rájövünk, hogy már nincsenek véletlenek, egy-egy találkozás egy baráttal, egy-egy előadásra történő beülés, akkor már látjuk, hogy micsoda a csodálatos isteni gondviselésben van részünk, hogy minden minket segít. Baráttal találkozunk véletlenül, ami képes megváltoztatni az életünket. Második felismerés. Lényege az új világszemlélet kibontakozásának folyamata. A földi élet spirituális vizsgaként szolgál. Az embernek magának kell dönteni az Isten üdvözlés és az ördög kísértő mesterkedései között. A második felismerés megmutatja, hogy a tudat átalakulása elkerülhetetlen. Lelepezi a téveszméket, ezáltal akarja elérni, hogy fölébük emelje. A kézirat szerint a második évezred az emberiség fejlődésének szükségszerű fokozata, de ennek a vége felé már ideje felúcsúdni és újra feltenni a kérdést, mi áll az élet hátterében ezen a bolygón. Már szerencsére erre most már nagyon sok az internet segítségével persze,
Szerencsére nagyon sok választ kapunk, és mint említettem, már a tudósok is kezdenek rájönni, hogy az anyagi dolgok hátterébe van valami spirituális rendkívüli dolog, mint Einstein is mondta, hogy nagyon szép, nagyon jól működik minden, de az egész mögött egy isteni csodálatos tervezés áll. Másik, hogy rájöjjünk, és ez egy nagyon kemény felismerés, hogy az ördögi és az isteni kísértés mesterkedései. Én mindig ezt szoktam mondani az előadásában, hogy ott a vasárnap reggel, mint most is vasárnap reggel van, május 7-e, és akkor mondjuk reggel kimegyek az utcára, balra a kocsma, jobbra a templom. És akkor ugye nekem kell dönteni, hogy balra vagy jobbra fordulok. Természetesen a életünk minden pillanatában ez így történik, tehát nem csak egy vasárnapi templom kocsma közötti választás, hanem mindenben. És akkor rá kell jönnünk, hogy mi az, ami mesterkedés, mert az ördögi erő az borzasztó finoman tud mesterkedni. El se hinnénk, a saját gondolataink, olyan gyönyörű támadások vannak. Persze vannak próbatételek, de ez már komoly spirituális felismerés kell, hogy rájöjjünk, hogy mi egy isteni próbatétel a mi szempontokból, és mi egy ördögi lehúzás. Harmadik felismerés. Lényege, hogy a mindenség egyetlen nagy energiarendszer. A kézirat itt azt állítja, hogy megtanuljuk a korábban a láthatatlannak tartott energia érzékelését. Ez a fizikai világegyetem felfogásának eddigi módját változtatja meg. Egy pillanatért hozzáteszek egy nagyon jó kis mondatot. Mindig ezt szoktam mondani, hogy ugye Isten is mondjuk, hogy nem fontos ugye elhinni, meg kell tapasztalni. És egy jó példa erre, a 220 voltot csak kell elhinni, hogy létezik, mert nem látjuk. Fogd meg a konnektort, aztán rájössz, hogy működik. Na, nézzük tovább az írást. A mindenség olyan energiából áll, amely reagál az elvárásainkra. Többi dolog, élőlény is része ennek az energiauniverzumnak, tehát egy kérdésünk van, valamely képviselője megjelenik és meghozza a választ. Ezáltal mi kezdjük saját energiánkkal befolyásolni tudjuk az univerzum többi résztvevőjének, növényeknek, állatoknak, embereknek, stb. Energiáját. Ezen keresztül életfolyamatait, és mindjárt együtt az egész univerzum működő képességét. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden összefügg mindennel. Erre rá kell jönnünk, és a karmának is egy hatalmas nagy energiaáramlása, ez ugye az energiát, hogyha létrehoztuk, egy negatív energiát nekünk magunknak kell semlegesíteni. És ha rájövünk arra, hogy a gondolatainknak az energiájával tudjuk, meg a tetteinkkel természetesen, meg a szavainkkal tudjuk befolyásolni a körülöttünk lévő dolgokat, akár az életünket, vagy bármit az égvilágon, minden hatással van ránk, akkor egy nagyon nagy felismeréssel jöttünk rá, és ezzel a felismeréssel meg tudjuk változtatni az életünket pozitív-negatív irányba. Hozzá kell tenni, hogy ugye itt a karma törvénye, mert hogyha pont egy szenvedéssel kell életet kell élnünk, akkor azt kell végig kell élnünk, de azért nem mindegy a szenvedéssel kell életbe is, hogy kicsikét jobban, vagy kicsikét rosszabbul éljük meg ezeket a dolgokat. És hogy ugye beszéltünk a szóról például, a szavakról. Érdekes volt, hogy elmentem úszni reggel, és hallgattam a rádiót, és a rádióban volt egy nagyon jó olyan ezoterikus műsor, és hallgattam, és pont egy egyszerű kis dolog volt, de ugye a szavakról beszélünk, hogy a hölgy elmondta, hogy a de szóról beszéltünk, és akkor vagy beszéltek a riporternővel, és elmondott egy nagyon jó példát, hogy valakinek azt mondom, hogy is mondta, egy pillanat gondolkodok rajta, hogy ja igen, szerettem volna találkozni veled, de nem tudok. Ugye? A másik ugyanez. Nem tudok találkozni veled, de szeretnék. Ugye? Ugyanazt mondtam gyakorlatilag, de mégis másra mondta a szerkezet. És itt minden azon van szó, hogy az emberek, kiderült, én ezt nem is tudtam eddig, pedig azaz 60 éves vagyok, és nem is gondoltam ilyen apróságokra, hogy az emberek a de szó után
lévő dolgokra figyelek inkább oda. Tehát, hogy szerettem volna találkozni veled, de nem tudok. Ugye az emberek megjegyzik, hogy nem tudok vele találkozni. Tehát azt mondom, hogy nem tudok találkozni veled, de szeretnék, teljesen más értelmet ad ugyanannak a mondatnak. Hát ez különben pont olyan, mint amikor volt egy másik példám erre egy előadások alatt, hogy van egy gyerekem, aki bemegy az iskolába, és hát nagyon rosszul rajzol. És kap egy egyest. Ugye egyes variáció, büntetés kap, kap esetleg egy nagy pofont, jó, gyereket nem verünk, most csak példaként említettem. Büntetés kap, stb. Gyerek bemegy az iskolába, megint kap egy egyest, és rossz kedve lesz, pláne, hogy már retteg, fél, tudja, hogy mi lesz otthon. Kettes variáció, gyerek megkapja az egyes, mert nagyon rosszul rajzol. Nem szidom meg, nem verem meg, nem mondom, nem baj, vagy gyakoroljuk, semmi gond nincsen vele. És látja, hogy nem lesz semmi baj. Megint a gyerek bemegy, rajzóra megint kap egy egyest. Hazajön, megnézem a rajzát. Hát igen, egyes kaptál, de ez a vonal már sokkal egyenesebb, mint múltkor volt. És ez a gyerek szárnyalni fog. Következő alkalommal hazajön a suliból, és lehet, hogy az egy ötöst. Mert bíz magába, és megadtam a önbizalmát. Ugye a másik példa pont az, mondjuk, hogy a feleségem főz valami nagyon rossz kaját, ugye, pedig mindent beletesz a szívét, lelkét, hát nem tud főzni. És akkor, ugye hazamegyek, egyes variáció, megszidom, mi ez a mocskos kaja, odavágom a falhoz, hogy milyen kaját főztél meg minden, összetöröm az önbizalmát. Kettes variáció, megkóstolom, nem is olyan rossz, ahhoz képest, hogy milyenket szokták csinálni, ez nagyon nagy előrelépés. Hát a nagyon rossz azért megkérdem, és amúgy van a tegnapi zsíros kenyérből még esetleg? Hát azért mondom, hogy vannak ilyen apró kis variációk, és látjátok, mennyi minden függ a szavainktól, a kimondott szavainktól, a tetteinktől, csak egy egyszerű családot, a körülöttem lévő dolgokat, ilyen könnyű megváltoztatni. Na nézzük. Negyedik felismerés. Lényege az emberi konfliktusok az energia hiányából és az érte való harcból fakadnak. Na, itt beszéltük az energia vámpírokról, ugye? Ez borzasztó, hogy valaki tele van energiával, anyák napja van, de én anyám is egy nagy energia vámpír volt, és egyszerűen mondta a dolgait akár telefonban, és a végén azt vettem észre, hogy elfáradtam egy 10 perces, 4 órás beszélgetés után. Most arról nem beszélve, ha személyesen kis időt eltöltöttem vele. Utána megtanultam, hogy egy fényfalat építek kettőnk közé, és egyszerűen nem tudja leszívni az energiámat. A legjobb példa erre, hogy volt, hogy felhívott telefonom, mint a filmekbe. Beszélt 3-4 órán keresztül, és akkor én időnként beleszóltam a telefonba, igen, ennyi volt az egész. És anyám 3-4 órán keresztül nem vette észre, hogy csak ő beszél a telefonba, én meg se szólalok. Csak 3-4 óra mondtam, na jó, Anyuci, most már kibeszélgetünk magunkat, akkor puszilag szeretlek, és akkor majd még beszélgetünk legközelebb, és letettem a telefont. Úgyhogy meg kell tudni ezeket energiavámpirokat is tudni kezelni. Azt tudni kell, hogy az energiavámpiroknak a 90%-ának fogalma sincsen róla, hogy energiavámpir automatikusan fel akar töltődni a másiknak az energiájából. Na, akkor nézzük tovább az írást. A világmindenség az egyetlen dinamikus energiahalmazból áll, amely fenntart bennünket. Mi emberek azonban, különböző okoknál fogva, elszakadunk ezeknek az energiáknak a bőséges forrásától. Mivel energia nélkül gyengének és végtelenek érezzük magunkat, ennek leküzdésére látszólag spontánul, pszichológiai eszközökkel, másokat lekezelve, kritizálva, lelki kínokat okozva, stb. Elvonjuk másoktól az életközeget, az energiát. Empátia nélkül emberek esetében ez tudatlan. Ösztönös törekvés húzódik meg minden konfliktus mélyén. Amikor egyszer megértjük ennek a harcnak a lényegét és hajlunk a jóra, akkor jöhet szóba egy konfliktusok való túllépésünk. Ugye? Tipikus energiavámpír eset. Ötödik felismerés. Lényege, az emberi konfliktusoknak úgy tudunk véget vetni, ha fogadni tudjuk egy magasabb forrásból származó energia beáramlását.
gyakorlás által végül automatikusan jutunk ebbe a szeretetteljes állapotba, őszintén együttérzéssel élve megedni önmagába a szeretetet. De ahhoz előbb megtisztítva a gondolkodását, megfelelő állapotba kell hozni a tudatát. Az univerzum mindannyiunkat képes ellátni energiával, amennyit jut magunknak a forrás számára. És akkor hagyj utaljak vissza, amit az előbb mondtam, hogy véletlenül, ugye, hát ez, ugye nem zenét hallgattam reggel a rádióban, hanem ezt a bizonyos rádióriportot. És a rádióriportban szintén volt egy nagyon jó dolog, amit most hallottam először, de tökéletes megoldás, hogy kontrollálni tudjuk a gondolatainknak a negatív energiáját, hogy vajon hány negatív gondolatunk van naponta, rengeteg, már akinek ugye, de régen nekem is rengeteg volt. És akkor ezt úgy lehet kontrollálni, hogy mondjuk egy, akár egy ilyen kis gumis valamit, amit könnyű rakosgatni a kezünkről, mondjuk a bal kezünkre ráteszünk egy ilyen színes kis fonalat, gumis fonalat mondjuk, és akkor, amikor negatív gondolatunk van, akkor semmi más nem csinálunk, ugye rájövünk, ugye azért érdemes rájönni, tehát ugye csak rájövünk, és akkor leveszük a mondjuk a bal kezünkről ezt a kis fonalat, átteszük a jobb kezünkre. És akkor ahányszor naponta van egy negatív gondolatunk, mindig egyik kezünkről átteszük a másikra. És hát bizony érdemes gyakorolni, nagyon sokan meglepődnének rajta, hogy milyen sokszor raposgatjuk egyik kézről a másikra. És hogyha elérjük azt, hogy egyre kevesebbet tesszük át az egyik kezünkről a másikra, akkor az már csodálatos dolog, mert nagyon jó haladunk ugye a tanulásba, a gondolatainknak a irányításába, és az az első igazi átlépés, ha elérjük a 21. napot is, amikor már egyetlen egyszer nem kell a szalagot áttennünk a egyik kezünkről a másikra. Hát aztán a legigazibb az, amikor már soha nem kell átteni természetesen. No, nézzük a 6. felismerést. Lényege, fel kell hagynunk a régóta ismételgetett drámáinkkal, hogy megtalálhassuk igazi önmagunkat. E részben ismerhetjük meg, hogy az egyén a legtöbbször tudattalanul milyen módszerekkel uralkodik másokon. Az élet értelme, hogy meghaladjuk a múltbéli beidegződéseinket, tovább lépünk elegendő energiára kell azonban szert tennünk ahhoz, hogy túljussunk a súlyos hatalmi drámákon, tovább léphessünk a spirituális folyamatba. Erő kell a múlt tisztázásához, melynek során tudatosodik bennünk a korábbról magunkkal hozott manipulációs technikák. Ha sikerül meghaladnunk ezt a szokást, akkor megtaláljuk a magasabb rendű önmagunkat, a következő evolúciós identitásunkat. Hát ugye itt benne vannak a gyerekkorban belénk idegződött nagyon rossz dolgok, ugye, amit részben az is szedünk magunkba, mert benne van a lelkünkben, és ettől meg kell tisztulnunk. Ilyenkor segítenek ám a szülők is, ugye, mert ahhoz, hogy valamilyen rosszabb tulajdonságot, ami benne van a lelkünkben, is elő tudjon törni, az esetleg egy számunkra akkor rossz szülői háttér, ami később lehet, hogy értelmet kap. Tehát egy gyerekkori rossz dolgot tudunk így áthozni az életünkbe, amit le kell tudnunk később tenni. Rudolf Steiner mondta, hogy a felnőtt korunkra le tudjuk tenni a gyerekkori hibáinkat, akkor már nem éltünk hiába. És ez bizony-bizony így van. Múltkor beszélgettem egy akkor még 42 éves ismerősömmel, és pont a változásokat mondtam. Én ugye bármikor képes vagyok változni, hogy felismerem, hogy butaságot csinálok, logikus az nekem nem jó, meg senkinek sem jó, akkor megváltoztatom magamon, ha lehet azonnal, ugye eleve az olyan, hogy felismerem, hát talán akkor egy pár kis próba után nem megváltoztatom. És akkor beszélgetek ezzel a 42 éves ismerős hölgyel, és akkor mondom neki, hogy hát igen, egy pár dolgot meg kell megváltoztatni magadba, sokat beszélsz, meg energiavámpír, meg stb. És akkor megszólal nekem, hogy Pisti vagy István, én már nagyon öreg vagyok, én már nem tudok változni. Gratulálok, ehhez nem tudok többet mondani. 7. felismerés. Lényege, a valódi én evolúciójának mozgásba hozása, helyes kérdésfeltevés, a tennivaló
intuitív megérzése a válaszadás folyamata révén, részesülni ebben a varázslatos folyamatban, ez a boldogság igazi titka. A kézirat kifejti a tudatos önfejlesztés szükségességét oly módon, hogy állandóan fel kell figyelnünk minden véletlenre, minden válaszra, melyet a világ rendelkezésünkre bocsájt. Ha jó a kérdés, mindig megérkezik a válasz. A kézirat a válasz megkapásának módjaként beszél az álmokról is. Azt mondja, hogy össze kell hasonlítani az álmunkat életünk történetével. A rossz álmok hordozzák a legfontosabb üzeneteket. Az ember nem sokára eljut oda, hogy az intuíció csupa pozitív dolgokat sugalma majd. Azt tudni kell, intuícióval mindenki rendelkezik tulajdonképpen. Ez egy úgynevezett kisebb mediális csatorna. Felső énünkkel, tanító, segítő szellemünkkel, aki adja gondolataiból, hogy mi az, ami jó nekünk. Akkor van egy saját belső intuíciónk is, amikor a lelkiismeretünk dolgozik, hogy hát, előtől a lelkiismeretünk valami tudott, hogy rosszul csináltál. És hogyha ezt a mediális csatornát, az intuíciókat is ki tudjuk nyitni teljesen. Megkapjuk az intuíciós állapotba, ami éjjel-nappal az van, csak oda kell figyelnünk egy pillanatra, el kell csendesedni. Tehát ha üvölt a rádió vagy a tévé, akkor nem fog tudni odafigyelni a saját gondolatainkra. Egy picit elcsendesedünk esetleg, meditálni nem fontos leülni, bármikor lehet meditálni, villamoson, buszon, akár vezetés közben, ki kell kapcsolódni, ennyi az egész. És ha ki tudunk kapcsolódni, akkor megkapunk rengeteg választ például. Ugye egy jó példa erre kemerre a meditatív állapotra, hogy én már nem szoktam leülni meditálni nagyon. Egyszerűen akkor melyek át meditatív állapotban, amikor akarok. Sokszor napközben rengeteget vagyok ott. És volt, hogy lementem Debrecenbe előadást tartani, és itt megyek a kocsival. Sokszor egyszer vonattal mentem, egyszer kocsival össze-vissza. És akkor egyszer megyek a kocsival, és akkor csöng a telefonom. És akkor picit el voltam révedve, gondoltam én, és akkor felvettem a telefont, hogy visszatértem a magamba egy picit, és akkor hallom, hogy kérdezi a debreceni szervező ismerősöm, hogy szia Pisti, hogy akkor vonattal jössz, hogy menjünk érte? De mondom, persze, igen, gyertek értem az állomásra. És akkor letettem a telefont, és akkor igaziból visszatértem a testembe, és akkor megnéztem, hogy mi is történt, és akkor rájöttem, hogy éppen a Hajdúszoboszlót elkerülő úton kocsikázok olyan 100-zal, 110-zel, és az autómba ülök, és akkor néztem a telefonomat, hogy már vagy 6-szor hívtak. És akkor mondtam, gyorsan visszahívtam a hölgyet, és mondtam neki, jaj, bocsáss meg, mondom, autóval jövök, nem vonattal, de majd elmesélem, hogy mi történt. Volt egy másik esetem is, akkor Miskolcról jöttem, de akkor dolgozni voltam. Autóval jöttem Budapestre, és a Gyöngyös környékén átléptem kis meditatív állapotba, és akkor Budapesten tértem magamhoz. Az volt a legszebben, hogy valahogy fogva már átmentem Budapesten, és a M7-es autópályán jártam. Fogalma sem volt, ahol akartam menni. Úgy átkocsikáztam Budapest, hogy észre sem vettem. Miközben az M3-asnak a bevezető szakaszánál lakok Budapesten. Én laktam akkor Budapesten. Úgyhogy a 8. kerületben. Hát, érdekes az a meditációs dolog. Annyit hozzátennék, hogy normál állapotban senkinek próbálja meg vezetőt közben meditálni és kilépni a testéből, jó? Mert nagyon nagy baleset lehet belőle. Ez akkor történik, hogy az ember elér egy nagyon komoly változást az életében. De ezt inkább tehát érdekesség kedvére említettem, jó? Tehát mindenki tud napközben munkahelyen is bármikor meditálni. El lehet érni azt a szintet, jó? Tehát ne autóvezetés közben, jó? Ezt csak példaként említettem. 8. felismerés. Lényege, a többi emberhez való újszerű viszonyulás révén lehet kihozni belőlük a lehető legjobbat. Ez a kulcsa annak a titokzatos folyamatnak, az állandó működéséhez, hogy a válaszok mindig megérkeznek. Az ember beszéljen a rajta a sor, és sugározzon energiát, ha valaki másnál van a szó. Az így együttműködő ember pár vagy csoporttagjainak emelkedik az energiája rezgés szintje. A kézzelet itt lényegében egy teljesen új etikát ír le. Az interpersonális etik arról szól, hogy minél több üzenet jusson el mindenkihez. Összefoglalva, a másokhoz való viszonyulásunk szabja meg evolúciónk ütemét.
gyakoroljuk az energia áramoltatást. Az ember tudatosan sugározott energiát a többieknek. Például a haragos, intrikázó embereknek a lehető legtöbb energiát kell küldeni, ha megérzik az energiát, úgyis hozzájött, hogy könnyebben feladj a mesterkedéssel. Megcsodáljuk egy ember megjelenését, tartását, valóban őre koncentrálunk, míg nem alakjának, vonásainak egyedisége felragyog, akkor adhatunk neki energiát és felemelhetjük. Ez az első lépés természetesen az, hogy a magunk energiaszintje magasabb legyen. Ez esetben megindítjuk az energia áramlását önmagunkba és rajta keresztül egy másik emberbe. Például ez is egy nagyon fontos gyakorlat, hogy meg kell tanulnunk a másik embert meghallgatni. Tehát ne én akarjak érvényesülni egy társaságba, egy beszélgetésbe, hanem hallgassam meg a másikat. Ez egy nagyon fontos dolog, rengeteget számít a másik ember részére. Természetesen nem az, hogy két órán keresztül beszél, és akkor végig hallgatom, mert azért az kicsikét egyoldalú lenne. És oda kell figyelni a másikra. Tehát vagy ne kezdjek el beszélgetni vele, vagy ha elkezdek beszélgetni vele, akkor ez a másik ember legyen akkor a világon a legfontosabb a számunkra. Kapcsolja ki mindent az életemből, és igazival akkor vele tudja foglalkozni. Ez egy nagyon fontos dolog. Meg ezzel aztán ennek a hallgatásos résznek van egy másik változata is, egy komolyabb változata, hogyha például meghallgatok egy olyan embert, aki jóval alacsonyabb szinten áll alattas rituálisan, de lehetetlenség lenne például neki elmondja magasabb pozitív igazságot, mert nem értené meg. Csak egyszerűen meghallgatom, bólogatok, hogy tényleg igen érdekes. Ugye hát én riasztó szerelő vagyok, és rengeteg helyre járok naponta is, rengeteg emberrel találkozok naponta, havonta, évente. Hát ugye kevesen tudják, hogy én mivel foglalkozok mellette még, mert ugye különösebben nem mondogatom, bemegyek és szerelek is kész. És akkor én is kapok ilyen nagy spirituális tanításokat, és akkor amikor olyan szintű embertől kapom, akkor másodpercek alatt együtt legyünk és tudunk sokat beszélgetni. De amikor valami borzasztó alacsonyabb szintű ember tart nekem egy kisebb előadást, nem szólok bele, azt sem mondom, hogy tudok ezekről a dolgokról, hanem meghallgatom, hűnögünk, de érdekes, esetleg rákérdezek és kész, tehát nem megyek vitába. Hát a másik legnagyobb szenvedés különben, de itt is meg kell tanulni hallgatni, amikor az ember elmegy mondjuk egy úgynevezett tanítónak az előadására, meghallgatja a tanítást, és valami olyan borzasztó, ellentétes dolgokat mond, ami nagyon könnyű akár bizonyítani is, hogy nem így működik, és le lehetne járatni a tudását, hogy semmit nem ér, meg rossz a forrásai, és itt megtanulni, hogy ez az ő előadása, te befogod a szádat, és nem szólalsz meg. Maximum az ember feláll, hogy elnézést, de el kell mennem rá. Programon van és kész, tehát ilyet csináltam már, de meg kell tanulni. Ez egy nagyon jó önszabályozás gyakorlatilag, hogy kordában tudom tartani saját magamat, a cselekedeteimet és a gondolataimat. Na nézzük a 9. felismerést. Lényege. Az emberi kultúra a következő évezredbeli megváltoztatása a tudatos evolúció hatására. A kézirat egy új életformát ír le. Az emberiség önként lecsönketni majd a lélek számát, például csak annyi gyerek születik, akikkel megoldható az intenzív foglalkozás. Mindenki a föld legszebb energiában, leggazdagabb helyén fog majd élni. A kézirat nem tagadja, hanem inkább megvilágítja az egyház tanításait, a teljes igazság és a tudományos és a vallásos világszemlélet szintézisébe. Tehát ezek összefognak majd gyönyörűen állni, és ebben meg fogják találni. Már most közel állunk. Isten az evolúció által teremtette a világot, és teremti még ma is. A Szentírás arról szól, hogy az ember hogyan tanulhatja meg befogadni Isten energiáját, Isten akaratát. Az Isten energiájára való fogékonyság tetőpontját amúgy Jézus élete jelentette. A kézirat sok vallás lényegét megvilágítja. Minden vallás arról szól, hogy az emberiség kapcsolatot keres valami magasabb forrással. Továbbá minden vallás azt mondja, hogy Isten belül kell érzékelnünk, mert érzékelés kitölti az embert, és többé teszi, mint azelőtt volt. A kézirat szerint valamikor a történelem folyamán egy mennyei ember meg fogja mutatni Isten energiaforrására való rákapcsolódás igazi módját, és maradandó példát mutat arra, hogy ez lehetséges. Ez volt Jézus.
A fejlődés először fizikai szinten folyt, majd mentálisra terelődött. Most pedig az egész folyamatot behúzzuk a tudatba. Az egész emberi történelem a tudatos evolúcióra készített fel bennünket. Az a sorsunk, hogy állandóan emeljük az energiaszintünket. Ugye spirituálisan ez együtt jár. Hogy emelkedik az energiaszint, úgy emelkedik testünk atomjainak rezgésszintje is. Így egyre könnyebbé, egyre inkább tisztán spirituális lényegé válhatunk. Miközben az emberek rezgésszintje emelkedik, akár teljes embercsoportok is, akik elértek a megfelelő szintet, hirtelen láthatatlaná válnak azok számára, akik a rezgése alacsonyabb szintű. Ez egy szép válás. Az eltűnt csoport tagjai azonban úgy látják, hogy még mindig ott vannak, csak éppen könnyen megérzik magukat. Hát ez azért már elég kemény dolog különben. A 9. felismerés szerint a megmaradó emberek egy 3. évezredben elérik azt a magasabb rezgésszintet. Minél jobban fejlődünk, annál magasabb a rezgésszintünk. Kitágult érzékelésünk végül megnyit bennünket a mennyország számára, az idézőben mondjuk, ez a 4. szellemi szféra, mely ma is itt van előttünk, csak éppen egyre nem látjuk és nem ismerjük fel. Ez olyan, mint hogy benne érünk ebbe a asztrálisikus dimenzióba. Itt van a körülöttünk, csak nem látjuk egyelőre. Megjegyzem, minden bolygón van élet. Ugye Adelma a Szférák című könyvébe beszámol nagyon részletesen, sőt Domokos László a Szellem élete című könyvébe is. Pontosan elmondja, hogy melyik bolygón milyen élet van. Adelma a Szférákban elmondja a Földön lévő életet, meg beszél a bolygókról egy kisebb részt, de a Domokos nagyon részletesen elmondja a bolygókon lévő életet, és nagyon sok bolygó van, akár a Marson is például, meg rengeteg bolygót még végignézhetnénk, ahol anyagi és félanyagi testben vannak az emberek. Most az anyagi testben ne a mi földünkén lévő emberi testnek a anyagi rezgésszintjét nézzük, mondjuk a Marson, a marsi bolygónak az ottani anyagi rezgésszintje szerint láthatóak az ottani emberek. És ott is vannak félanyagi és anyagi testben lévő emberek, tehát ott már megvalósították azt például, hogyha egy csoport elér egy magasabb szintet, átlép egy félanyagi testbe, ami azt jelenti, hogy őket már nem látják az anyagi lények, de ők látják viszont az anyagi lényeket. Tehát ez egy fentről lefele lehet nézni, de lent nem tudunk felfele nézni, és így működik a szellemvilág felépítésében is. 10. felismerés lényege, a kézirat azt sugallja, hogy a felismeréseknek el kell terjednünk az emberek között. Mindannyiunknak meg kell tenni mindent a fejlődésért, a változást magunkból kell kezdeni. Ez a legfontosabb dolog. Magunkból. Az új kultúra a fénymunkások támogatásával mindannyiunk együttműködés által jön létre. Tudjuk, az a feladatunk, hogy tudatosan, imával őrizzük ezt a látomást. Ugye a új kultúra a fénymunkások támogatásával, itt nagyon szeretném az indigó gyerekeket kihangsúlyozni, ők már jövőkor gyermekei, borzasztóan nagyon sokan eleve látó energiával, gyógyító energiával érkeznek le. Valamelyik semmit nem csinál, csak egyszer itt él közöttünk, de olyan ártatlan és aranyos, és csak maga a rezgései, hogy itt van közöttünk. Átadja a rezgését, a mosolyát. Ezzel akarva akaratlan. Átalakítja a Földnek a negatív rezgéseit, és ez hatással van, mint az előbb mondtuk, ugye minden rezgés minden hatással van. Vannak olyan indigók is például, hogy semmit nem csinálnak, ők maguk se tudják, hogy indigók, de például nagyon jól énekelnek, és akkor elmegy például, mit tudom, egy esküvés zenekarba, vagy akármilyen együttesbe, és akkor semmi más nem csinál, mondjuk egy esküvés zenekarba csodálatos hangjával énekel, ugye ilyen slágereket, amire lehet táncolni. És egyszerűen senki nincsen tudatában, lehet, hogy maga az indigó se, hogy akkor, amikor énekel, a hangjával, a rezgéseivel, elküldi azokat a csodálatos rezgéseket, ami akik hallják, azok automatikusan az ő rezgésszintjüket nagyon lassan, de egyszerűen feltölti őket és elkezdi felemelni. Na hát ilyen egyszerű különben, szóval olyan hihetetlen, hogy... Hát erre egy másik jó példa különben, hát
nagyon jó magyarázat, hogy nézzük a gyakorlati részét, hogy egyik ez volt az, hogy mondjuk egy indikó énekes elkezd énekelni, és egyszerűen nem is értik, hogy abban a lakodalomban, vagy egy esküvői zenekarban csak kitalálta egy példát, elkezd játszani, egész éjszaka ropják a táncot, és nem is tudják, hogy nem olyan fáradtak, mint amikor múltkor voltak egy másik esküvőben, ahol egy ilyen szintetizátor a Lali bácsi mondjuk énekelt, és zongorázott, meg minden. Hogyha megnézzük, hogy milyen hatása vannak a rezgéseinknek, meg az emberi viselkedésük, hogyha van egy savanyú, ilyen savanykás ember, és olyan az életkedve, a hangulata, bemegyünk a szobájába, vagy az irodájába, szabályszerűen savanyú szagot érzünk. Vagy van egy ideges, hogy ideges vagyok, és egyszerűen állandóan ilyen ideges, meg kaptodok, meg pörgő ember, hogy bemegyünk a szobájába, szinte izi körülötte a levegő. Ugye, hát ezt talán egy pár a kedves hallgatóink is megtapasztaltátok. Tehát azért mondom, hogy ilyen hatással tudunk lenni a környezetünkre. Ha most ezt mi áttesszük pozitívvá, akkor minden pozitív lesz, és mindenre hatással lesz. És akkor nézzük a 11. felismerés, lényeg az imamező kiterjesztése. Tapasztalatok szerint az ima erejét a szándékmezők adják, mert kiterjesztettünk és meg is erősítettünk, különösen olyankor, ha másokkal együtt egy közös látomásban egyesítjük őket. Hát ezek ugye a közös imák, közös meditációk, ezek nagyon csodálatosak, és ha mind-mind pozitív dolgokat szeretnénk, és egy közös dologért meditálunk. A fizikai síkon nem lehet megváltoztatni gyökerébe semmit egyelőre, ami nem történt meg a korszakváltás, tehát a negatív energiát teljesen ki kell innen űznünk, de korszakváltásig, ugye, mert itt azért már a 23. századra előre megy a mennyei profécia, addig a valószínűleg a korszakváltás már elég keményen meg fog történni, de korszakváltásig is rengeteg embernek tudjuk megváltoztatni az életét pozitív irányba. Ugye a korszakváltáskor nagyon sokan, ugye meséltem, egy alsóbb kozmosz rendszerbe fognak elmenni, hogy fel tudjuk emelni őket, és itt fognak maradni velünk. És főleg, hogyha belegondolunk, hogy mi egy nagy csoportba tartozunk össze, és a csoportnak együtt kell emelkednie, és együtt kell süllyedni is, de hát mondjuk úgy, hogy együtt kell emelkedni, és a csoport, inkább így mondom, hogyha elérte szintet, hiába akarok önállóan feljebb emelkedni, elértem egy szintet, amikor feljebb kell lépni, az a csoport, amelyik együtt süllyedt le, az együtt fog felemelkedni, tehát hiába siettem előre, akkor is meg fogom várni a többieket, és együtt fogunk feljebb emelkedni. Tehát mi a legegyszerűbb? Most egyből emeljünk mindenkit, akit csak tudunk. És minden hatással van ránk, és minden hatással van mindenre. Hát nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatom, hogy meghallgattál a rövid kis összenetbe. Remélem, egy pár gondolatban tudtam neked segíteni. Köszönöm szépen, Isten áldjon téged!